Hű, de előkelő anyukám, a Mészáros Lőrinc megvette az Oxygen Wellness és Fitness Klubot is. Hát nem az a kérdés, hogy mi az övé, hanem hogy mi nem. Egyébként elmondanám, hogy véletlen vettem meg. Andi játszott a telefonommal, akart magának venni egy ilyen kondibérletet, aztán addig nyomkodta össze-vissza a gombokat, míg végül konditerem lett belőle. Hát nekem legalább van saját oxigénem. Hát miért neked mit van, hülye csöves? Más téma. Anyukám, ha egyszer bukna az Orbán, nyugodjál meg, jó kezekben leszünk. Meg leszünk mentve. Mondta a Gyurcsány, hogy ő már készül. A 700-a csávókáim. Én nem csak úgy készülök, én már kész vagyok. Gyerünk, Klári, töltsél nekem még egyel. Az ég verjen meg, ezt most ne kurd el. Bassza meg. De az a helyzet, anyukám, hogy a felcsuti túrógombóc nem fog egy hamar bukni. És szükségünk is van rá, mert megvéd minket. Például máma reggel is a Fidesz rádióba, Kossuthon. Olyan jókat nyilatkozott. Ütnek, vernek, rúgnak, harapnak, de nem sodorhatnak bele minket a háborúba. Sajnos nagyobb a baj, mint gondoltuk. Úgy látszik, rosszabbodott az állapota a felcsuti Anulunak. Csóri Vitya, úgy látszik, megint ráitta a Flóra Szeptet a Szilvára. Ezeket a magvas gondolatokat a gumiszobában fogalmazta meg, Grácsban? Várjál, tudta még fokozni. Ha a bal oldal lennem a hatalmon, nyakig állnánk a háborúban. Anyukám, most meg nyakig állunk a szarban. De jó pofa, aztat mondja, ha a bal oldal lenne. Ha. Hát már megint feltételes módban hazudik. Hát ilyeneket mink is tudunk mondani. Mi lenne, ha nem lopnátok? Pif, jön itten mindig ezzel a háborúval. Anyukám, ez már kóros. De már amúgy is 12 éve mindenkivel háborúzunk minden nap. Sorossal, Brüsszellel, a migránsokkal, a Gyurcsánnyal, meg a nem váltó óvodásokkal. Az az igazság, hogy mindig lesz anyukám, aki vevő erre a háborús dira. Ott vannak a narancskárosultak, azok is rettegnek a képzeletbeli ellenségektől. De hát őket nem zavarja, hogy tudatosan kettéosztották a nemzetünket, és közben az ország meg tönkre megy. Nem baj, addig ezek ottan meg tovább gazdagodhatnak. Most éppen megint uniós hitelből. Jé, anyukám, a hanyatló nyugat kisegíti a prosperáló keleti országot. Ha kell neki a pénz, akkor ne aggódjál, be tud csicskulni a dulifuli az EU-nak. Csókolom, kedves EU, ígérem, mostantól jó leszek, csak most még utoljára adjanak már egy pár ezer milliárdot, legyenek már kedvesek. Na, ne legyél már köcsög, adjál már egy kis pénzt, na, fogyóban van, kell a családomnak. Ígérem, most már jó leszek, nem leszek korrupt. Amúgy is minek nekünk hitel? Hát nem azt mondta, hogy csak az eladósodott országoknak van szüksége hitelre? Meg hogy az egész világ minket irigyel, és csodájára járnak a magyar gazdasági sikereknek? Na de mit várjunk a felcsuti Benedekelektől, beszél itten össze-vissza. Tiszta Kádár rendszer, hitelből finanszírozott jólét. De a jólétet itten csak ők élvezhetik, mi csak a törlesztőt fizetjük. Köszönjük, Orbánescu! Takap! Jöjjenek el a Somogyi András önálló estjeire. Mondom, hogy hol találkozhatnak vele. Február 7-én és március 2-án Budapesten, de ellátogat még Szombathelyre, Győrbe, Miskolcra, Vácra, egyelőre nem a börtönbe, és még további helyszínekre is. Jegyeket és bővebb információkat itt találnak. Írják be a böngészőjükbe, hogy tixa.hu/Somogyi András. A linkre nem tudnak rálépni, csak mutatom, hogy ezt kell beírni a böngészőbe. Itt megtalálják az összes helyszínt, és jegyet is tudnak vásárolni. És iratkozzanak fel a YouTube csatornájára is. Viszlát!